Bőséges áruválasztékkal találkozhat minden vásárló ebben a patikában, a polcokon rendkívül gazdag a kínálat. A gyógyszerellátást a vásárlók igényeihez alakították, nem csak itt, hanem valamennyi patikában Magyarországon. Ha esetleg nem lenne készleten a kívánt készítmény, 24 óra alatt beszerezhető rendelésre. Magyar gyógyszerellátás helyzetét is kiskert szinten látjuk, tehát gyógyszertári szinten, de a rálátásunk ebből az irányból is azért eléggé mérvadó. Mi azt látjuk, hogy a patikai gyógyszerellátásban semmiféle fennakadás nincsen. Oda tudunk visszakanyarodni, illetve arra tudunk visszaemlékezni, amikor a másfél évvel ezelőtti március közepén berobbant a COVID vírus, és akkor volt néhány nap, vagy még talán egy-két hét is, amikor a gyógyszerellátás akadozott patikai szinten, de ekkor is nem a gyógyszereknek az alapkészleteivel volt a probléma, hanem a megnövekedett igény miatt alakult ki hosszabb, rövidebb időre ellátási probléma. Jelen pillanatban semmi ilyesmit nem tapasztalunk, tehát a gyógyszerellátás az abszolút a szokásos medrében megy. A időszakos hiánycikkek azok most is vannak időnként, ugye eltűnik egy-egy gyógyszer ilyen-olyanokból gyártási vagy minőségi problémából, ami utána rövid időn belül általában vissza is talál a polcokra. Tehát én azt tudom mondani, hogy semmi különlegeset nem látunk, a gyógyszerellátás abszolút jól működik. A hazai gyógyszertartalékok kialakítása pontos terv szerint végig gondolt folyamat, de minden gyógyszertár saját maga alakítja ki a készletei nagyságát lehetőségeihez mérten. Jelenleg az őszi megfázásos jellegű betegségek kezelését szolgáló készítményekre van nagyobb igény, de bármilyen termék gyorsan beszerezhető. A gyógyszertáraknak az ellátás az egyrészt nagyon rugalmas és nagyon gyakori. A gyógyszertárak nagy része naponta akár kétszer is fogadhat árut, rendelhet, tehát adhat is lerendelést és fogadhat is árut. Ő általánosan legalább egyszer kapnak a gyógyszertárak árut. Tehát, hogyha hozzánk bejön majd egy vásárló és egy olyan gyógyszerkeres, ami valami miatt nincs nálunk polcon, akkor mi ezt a holnapi napra nagy biztonsággal meg tudjuk rendelni, mert a gyógyszer nagyker a ma leadott rendelés holnap már kiszállítja hozzánk. Maga az, hogy egy-egy gyógyszertár hogyan készletezik, a sok mindentől függ. Ugye alapvetően vannak szakmai szempontok, ami ugye azt jelenti, hogy az idealisztikus kép az az, hogy bármilyen gyógyszert szeretnének nálunk vásárolni, azt mi oda tudjuk adni. Erre törekszünk is, de nyilván mindent nem lehet készleten tartani, mert hát akkor több tízezer gyógyszernek kellene itt lennie. És amit szívesen meg is tennénk, de ez egy lejárós termék, tehát mint az élelmiszer, ez is előbb-utóbb megromlik, és akkor ez kukába kerül, ami semmilyen szempontból nem jó, mint hulladékgazdálkodás, mint gazdasági, mint szakmai szempontból nem jó. Mindenki szeretné saját magát, illetve családtagjait biztonságban tudni. Ugyanakkor a szakértő szerint nincs szükség több havi gyógyszer felhalmozásra, tartalékolásra. Az ellátás folyamatosan, kiegyensúlyozottan biztosított.